Arany János már életében népszerűvé vált a szerb irodalomban. Toldi trilógiáját Jovan Jovanović Mály fordította le, amire nagy igény volt, hiszen a 19. század második felében a szerb irodalomból hiányzott a népies eposz, hangsúlyozta Németh Ferenc, művelődéstörténész. Ezt a műfajt pótolta Zmáj Arany Toldiának a fordításával, és többek között ez volt népszerűségének egyik titka a szerb irodalomban. Természetesen, hogy sorjáztak még ugye itt a Velszi bárdokat is lefordították, még más ugye költői és prózai művét is, ami tulajdonképpen évtizedeken át éltette a szerb irodalomba. Az aranyművei iránt szerb érdeklődés az első világháború idején csappant meg jelentősen. Ennek ellenére a szerb Matica könyvtárban számos emléket őriznek Arany Jánosról. Ezeket a dokumentumokat az évforduló alkalmából virtuális kiállítás keretében mutatták be. A tárlatot Heinermann Péter könyvtáros ismertette a Collegium Hungaricumban. A digitalizált dokumentumokból álló kiállítás anyaga az interneten is megtekinthető. Ez a kiállítás PowerPoint prezentációban mutatja be, tehát diaképekben mutatja be Arany János életútját és Arany János műveit, illetve az Arany Jánosról szóló szakirodalmat. Az eset a Muzika Profana régi zene együttes összeállítása zárta, míg Slobodan Tyusztić, a belgrádi drámai színház igazgatója aranyverseket adott elő. A Muzika Profana művészeti vezetője Szabó Zsolt kiemelte, igyekeztek Arany Jánoshoz köthető repertoárt összeállítani. Arany János verseit és dallamait, azon kívül korabeli hangszeres muzsikát, többek között például a Bártfai emlék, amit ugye Brahms magyar táncokból ismerünk, vagy nagyon jellegzetes ismert slágerzene, ennek az eredetiét, ami a magyar verzió. Arany János 1817-ben született Nagyszalontán. Költészete nem csak a magyar irodalomra, hanem a környező népek irodalmára is hatással volt. Ugyanígy hatott a külföldi irodalom Aranyra, és nevéhez köthető a magyar műfordítás irodalom fellendítése is. Mivel angolul, németül, latinul és ógörögül is kiválóan tudott, a magyar közönség az ő tolmácsolásában ismerhette meg többek között Shakespeare, Goethe és Arisztofanész műveit.